9. Juan emlékezett még a rabszolgapiacra. A lehetet kikerülte, Varga érkezett kisurához, a Geromina asszony üzenetet vagy tiszta ruhát küldött Pacheco házához, amikor nagy munkában voltak. Diego ott is ott a mester otthonában, hogy kihasználhassák a kora reggel üdességét, hiszen déltájban már elviselhetetlen forró a műterem. De néha éppen a keresztény léleknek oly visszataszító ember vásár nyűgözte Diego tekintetét. Főként portugál hajósok hozták ide portékájukat, s személyába jöttek azok, akik dolgosak, jobban összökélhető szolgát kerestek, mint amilyenek a könnyen felhorkanó, szószátyár, naplopó andalúziaiak. Itt mindig volt szerecseny, berber, arab, néha sárgás bőrű, ferdeszemű emberek, a filippinák, vagy a fűszeres szigetek tájékáról, a malabár partokról, vagy a távoli makaóból. Lármatolongás, portékák dicsérése, olyan volt a szevijei szemében ez a vásár, mint ingyenes örök színjáték. Juan de nem szívesen kísérte Diego-t, de a szolgának kellett az iszákból előkeresni a színes krétát, tartani a rajztömböt, és a festet felállítani a kis De re, ritkán került sor. Diego nem szerette a feltűnést, a mögéje alakodó kérdéseit a merev pószt, mert felvet a csavargó vagy kufasszony, ha észrevette, hogy őt választotta alkalmi modelljének. Mert a piacon már ismerték, a gyümölcsárosok tudták, szerette a gránátalmákat. Legfeljebb azon csodálkoztak, hogy az ifjú hidalgó miért választott magának ilyen mestem ember fiának való mesterséget. A piac körüli kocsmák kisvilága önként kínálja a festő számára kincseit. Meg lehet húzódni a sarokban, pohárból mellett, észrevétlen vázatokat vetíthet a papírlapjára, figyeli az arcokat, a egyre sűrűbb szenvedétől pirulnak be, a vita hevében a szolgáló látszólag számolatlan tölti újra tele poharaikat, a beszéd édes zsongása áramlik egyik asztaltól a másikig, a szó felszáll, vagy lecsapódik az alacsony bolthajtások között. A világ összeszűkül, mint a senki sem törődnék bajával, az egykor tengerre szállt, örökre eltűnt fiúval, a katonának hurcolt fivérrel, a börtönökkel, melyben ezer számra sínlődnek az eretnekséggel vádott szevélyaiak. Nem gondolnak a nyomasztó adókra, melyek minden portékát, kenyeret, húst, a gyümölcsöt külön-külön sújtanak, és ez alatt a törvény csak a nemes urakat veszi ki. Polgár és parast fizethet, és ki tudná megmondani, mikor telt be számadása, mikor nem talál tartozást a rubrikákban a mindig haragos adószedők. Minden lépést pénzzel kell megváltani, minden kis élőlényért meg kell fizetni a hivatalosak jó indlatát. És mégis, ha eladta a kézműves áruját, becsukja, üzletét a szatúcs, letette a tollát az írnok, az alkonykék órájában elindul minden napi kocsmája felé. Most nincs családi gond, panasz, betegség. Egy órára ő is hidalgó, még kortyolgatja hazai édes borítalát. Szolgáló-e, vagy fiatalabb húga, a barranuhás fiatal férfinak az a tömzsi, pufóparcolány lány, fején kis sapkával, amit a talpas üvegpohárba pohárba bort tölt az öregebnek. Diego szeme megakad rajtuk, a kocsma asztal a fehér terítővel, éles kontraszt, és minden apró tárgy, ami szétszórtan hever, élni kezd az asztal üres területén. Egy darab hal, félbevágott citrom, a szélén gránátalma, az oldalt álló üvegpohárban szinte érintetlen még a bor, Benyomott tetejű cipó, kanál, csúcsos sótartó. Kik lehetnek, apa és fia, vagy alkalmi üzlettársak, akik most megbeszélik, hogyan osszák fel maguk közt a hasznot, vagy számon lenne? És a fiatal riadtan feszült férjemmel néz az őzbe csavarodott szakálasra, az öregebb, mint ha azt mondaná, nem tehetek róla, mint aki jó szívvel magyaráz, és valójában mosakodik. Középen a lány lopva az öregre tekint. Nincsen ez szó, talán mégis inkább leánykérésről. A lány talán csak testvér vagy rokon, véletlen került ide. Miért kérdezni őket? Így izgalmasabb az arc villanásait figyeli. A hang nem ér el idáig, de látja az árnyékokat, szemjátékot, színeket. Talán azt latolják, induljon-e el, tengeren túra fiatalember, mint oly sokan a a közül. Mi sem egyszerűbb. Megalkudna az induló hajó kapitányával, kiváltan az irodaszobában az úti engedét, s utána elindulni Peruba vagy Új-Hispániába, mint annyi a mások. Kipróbálna a szerencsét. Amikor befutnak évent az óceán hajók, az apák és anyák már előtte hetekig várnak. Jött a fiútól levél, üzenet, pénz vagy csomag. Még szerencsések, akiket nem felejtettek el, hogy egész kis vagyonok vándorolnak át a tenger hullámain. De a jó hír ritka. A legtöbb levél holló szárnyú. Kor, nyomorúság, indiánok nyila, himlő börtön, volt bujkál az írás gyér mögött. Indiák. Diego anyjának őse Kuba szigetének kormányzója volt, alapjában ő hódította meg a spanyol koronának ezt a nagy szigetet, melyről Kolumbusz úgy hitte szárazföld. Minden jobb családnak megvan a maga legendája. Ő náluk odahaza anyja gyakran beszél erről a híres ősről, akit épp úgy Diego de Velezkeznek hívtak, mint ahogyan ő nevezi magát. Az egész olyan, mint valami komoly spanyol krónika. Persze, a Cortés család gazdag. Óriási mexikai birtokok ura, őrgrófok, beházasodtak a grand családokba, így a híres és gazdag, kortész nemzetség, megfizethetik a történetírókat. Minden krónikában most már úgy szerepel Kuba egykori kormányzója, Diego de Velázquez, mint irigy főember, aki alattomosan megakadályozta volna, hogy Kortész elindulhasson arra nevezetes útjára, amelyről visszatérve egy birodalmat tett fejedelmének lába elé. A Velázquez család azóta szenved a rágalomtól, pedig anyja mondta, Kubában még most is áldják a nagykormányzó emlékezetét. Velázqueznek lenni új Hispániában. Erre gondol, amikor a kavadák kivére rakodnak távoli útra a hajók ha nem sikerül híres festőnek lennie, ha nem jut többre, mint mestere Pacheco, aki tollal pótolja, amit tőle megtagadott az ecsetművészete, ő is elutazik, szerencsét próbálni Kuba szigetére. Egy perc még átfut agyán a gondolat. Mi köti Pacekóhoz? Mestere, s így nem szabad bírálnia, talán nem is tenné, ha Herrera nem tanította volna meg arra, hogy néha a perc önfelett szépsége biztosabb kánon, mint a dogmák, melyeket a festészet művészetében Pacheco rendszerezett. Valóban, Pacheco nem nagy mester, de szelleme átható, szeme biztos, beszéde színes, jó szívű ember, aki a távoli világok csodájáról is tud egyetmást, ismeri a régi kövek titkát. Hozzájönnek a parasztok, ha a kadár kivér, valamelyik hult ágából régi pénzek, bronzok, faragott kövek kerülnek elő. Néhány ezüstért, pohár borért, így szedett össze, Franciszkó mester egy jó szobányra való régiséget. Ebben van házának varázsa. Ez a biztos ritmus. A csendes szolgálók, pontosan fizetett szolgalegények a sok vendég, a művészetről folytatott napi dialógusok, és mindenek fölött Joanna. Nézi ezt a lányt az asztalnál. Milyen dúzzat az arca. Nem sok értelmet sejtett a képe. Joanna nyuláng, fekete, titokzatos. Ha valaha lefestené, mint Szibillát ábrázolná. Futó pillanat a kréta a papíron. A szakállas, őszbe csavarodott arc, a könnyebb, a lány tekinteti próbája ellesni, és a fiatalabb férfit úgy rögzíti, hogy most kisé hátra kapja fejét, jobbjának mutatóját levegőbe böki. Vállán nehéz kéz, hátra fordul. Így alulról nézve vaskos paraszti arc, pedig fehér gallér köríti, bár hanyagul fityeg le nyakán, kezében körző mellette festőtábla. Kedvelie ezt az estremadurai fiút. Francisco Zubarant, akit Roales műhelyében ismert meg, amikor Pacheco mester hivatalosan meglátogatta festőtársát. Mert Pacekónak sokféle tisztsége van, így ő az inkvizíció képszakértője. Ő dönti el, vajon a készülőkép megfelele a hit és a jó erkölcs előrásainak épp úgy, mint az ikonográfia törvényeinek is. Mielőtt kikerül a műhelybe a festmény, mielőtt eljöhet érte a megrendelő, előbb el kell hívni Francisco Pacheco-t, aki majd kimondja a nihil obstatot, azaz a szentkép alkalmas arra, hogy a hívők lelkében a tiszta áhított érzését keltse fel. Roales mesterén így kellett megszemlélnie Pacheco-nak egy szent jeromos képet. Elkölcs, festészet, és egyház történet szempontjából megfelele minden mozzanat. Helyesen vitte el vászonra a pusztát, a koponyát, mert felette elmereng a szent, az írásokat, vagy előtte széttárva hevernek, míg a mester keretesen emleget a szabályokat, egymásra villan két tanuló fiú szeme. Velász kez, és a főutcánát kísérte mesterét, hidalgok feketéjében, törrel oldalán, Zubarán festékes vászonköntösében, mely még jobban kiemeli arcának rusztikus vonásait. Nincs cseppet megilletődve a vendégjárástól, oldalt fordul, beáll az álvanya mögé, Diego kísérő csak, nincs keresni valója az idősebb mesternél, így odaáll az álványhoz. Milyen furcsa, kemény spanyolt beszél ez a fiú. Megtanulja -e valaha a szevélyek lágyabb andalúziai szavát. A egy világos, ebből emelkedett ki az akvinője alakja, árnyékok közt a tompított reflexfényben, még körvonalaiban a kemény, sziklástájék másik oldalon lehet, valamilyen utca fog állni, egy palota fél homogazatának rajza már elkészült. Cseppet sem hasonlít, rá lesz mester stílusához. Sötét színekhez, merev figurákhoz, a hagyományos drapériák tónusához, itt alig tompított fehérek és kékek lehelet vékonyán borítják a vásznat. Ez a parasztfiú új öntudatos biztonsággal dolgozik ecsetjével, mintha nem ismerne semmiféle korlátot. Diego arra gondol, soha nem tanulta Pacseco kánonait. A két fiú halkan beszél, hogy ne zavarják a mestereket. Előkerül a vázlatkönyv, zubaran ráhajlik az asztalra, arcát tenyerébe hajtja, úgy nézi, nem lapoz. Majdnem egykorúak, zubarán keményebb, csontosabb, kora élet. Dégó, városi formájú, arányosabb. Honnan jött észre viába? Fuanta de Cantosnak hívják a falut, ahol születtem. Messze van? Eszre Madurában. A pap ismerte róla ezt mester bátyját. Festettem egy madonna képet az isoltárra. A papírt levelte a mester bátyjához. Megjött a válasz, itt vagyok. Szeretsz itt lenni? Kosz és kvárté, és a mester nem verbottal. Sok munkája van, ha befejezzük Szent Jeromost, a Szent kórházon újból rendelnek egy képet. A Szentlélek eljövetele lesz a címe. S készül egy csatakép is. Te egészen másképp festesz, mint Rolász atya. A mester ezt tanulta ifjú korában Itáliában. Nem szabad senkinek gúzsba kötni kezét. Ha nem kell segítenem neki, nincs rám szüksége, azt tehetek, úgy festetek, hogy akarok. Nem áll mögéd, nem tanácsol. Még azt nem mondom, nézze meg atyaságod addig nem. Nálatok mi a szokás? Mi a neved? Diego. Diego Velázquez. Pacsakó mester minden délután iskolát tart. Hárman négyen vagyunk ott, akiknek elmondja a szabályait. Mutatja a régi mesterek rajzát, másolni kell. Most egy italiai festő képét festem másolatról. Hallottál róla? Matenya. Ne. Ti másként csinálatok. Úgyhogy Pacsakó mester palotát tart. Cselédei, inasai, ifjú mesterei vannak. Ne haragudj. Én nem voltam még soha ott, de hogy hallom, valóságos Noé bárkája. Mindenféle urak járnak ott fecsegnek, igaz ez? Szíves vendéglátó, mindenki tanulhat tőle illemet. Hivatalbeli és szémester, és most, mint látod, a Santo Offici dolgáiban jár el. Nem csoda, ha sokan látogatják. De olyankor, hogy tudsz dolgozni? Reggel nem jön senki, csak a szegények. Válogatunk belőlük, vagy már régebben szolgálnak, délelőttig így megy a munka, mire jönnek a vendégek, már felseplik a műhely, tiszta ruhát veszünk magunkra, a szolgálók bort és édességet készítenek. Délután iskolát tart a mester, vagy tolba mondja a könyvét a pikturáról. Fizet neked? Kezdetben apám fizetett neki. Most, hogy harmad éve járok el hozzá, már hasznomat veszi. Pontos számadást tesz, a nagy képet festünk. Valami jut a legényeknek is. Mi van te nálad? Befogadott az atya, Vékony kenyér, hajnali söprés, de ezt megszoktam a faluban is odahaza. Ahogy megyek feljebb, már heti bért kapok. Roales Páter nem gazdag ember, a szegényei előbb tudják, a pénzt kap, mert a napokkal előbb itt anyáznak. Ami képet magamnak festek, eladhatom. Múlt hónapban Péter látomását a karmaiták vették meg. Most abból élek. A két idős mester hajlunk egymás előtt, Roales papi ember, de Pacekó az inkvizíció küldötte. A búcsú szertartásai folynak, a két fiú megrázza egymás kezét. És most itt, a piac körüli kocsmában egyszerre élő válik ez az első találkozás. Zubarán néz a krétrajzot, műértő módjára, szeme befogja a hármas csoportot halkan kérdi. Tudják, hogy rajzolod őket. Nem vették még észre. Jobb így megősleni az ilyen parasztokat, ha meglátnák, hogy papírra rajzolod őket, olyanok lennének, mint ha megszállta volna neked a szent Ilyenkor mindegyik úrhatnám arsza feszeng, így jobb. De lány még javíthatod itt. Látod? Megegyeztek. Az öreg kotorász iszákjában ő fizeti ki az áldomást. Bütykös ujjával számolja a kerek részpénzeket. A gazda, aki bizonyára nem először látja, úgy tesz, mint ez nem is neki szólna, hogyan is fogadhatná el pénzkedves vendégeitől. nem szabódik, amikor a fiatal és kit oldja a mellén csüngő bőrzacskót. Az idősebb leinti, a lány merev szemmel gondolattalon néz maga elé. A poharak alján marad valami bor, mintha egyszerre elillant volna varázs. Kísérj el, ha kedved van, Francisco! Joanna, pacseko lánya elindítja a szökőkutat, az olajenderek sora vezeti a vendégeket a pácion át a műteremig. várja a lány, szeme kérdően szalad rá az idegen fiúra. Róval lesz atya tanítványa, zubaran a neve, jól fest. Összeakadtunk, amikor épp egy bodegon képet rajzoltam, elkísért. Kínálja meg pohár borral barátomat, szinyorita. Zubaran néz a serdőlányt, szinyorita. Ormotlan cipőben félve lép rá a pacsakoporta porta márvány padozatára. Szolgáló az ajtóban, kocsis legény az istál előtt, mint a barátja Diego is megnyomna. Megsimolhatja a serkenő bajuszát, másféle ritmus szerint lépked, mint a kocsmában, ahol inkább lepleznie illik úri habitusát. Bejöjjek! kérdi inkább tekintetével, mint szóval. Vele kezd vezeti. A mester, most csak piktor, festékfoltos söbbenyben, fején kis vászon sipkával, hosszú szálló dolgozik. Másfél ember nagyságnyi a kép, néhány lépést hátrál, hogy megnéz az összhatást így majdnem beleütközik a fiatalokba. Megismerje Roales inasát. Dég újból bemutatja, mondja nevét, Pacekó, aki ismertes mindenkinek járó mosolyáról, mutatja festékes a keze, nem üdvözölheti illően ifjú vendégét. Érezze itt, ha magát, szenyor! A fiút még soha senki nem szólította úrnak, mindenki számára eddig csak te volt. Szőnyegek a műtelen padlóján, Kárpitok a falon, trapériák, keretben lógó régi festmények, antik márvány torzók, bíbor zászlók, kasztilia címerével, jelképekkel, s mint egy kontraszként a sok szent égi jelenés között, kocsmázók, falatozók, rustikus lények, akik feloldják egy nyomasztó égi harmóniát, mint ahogy mondják, az udvarnál törpék, és a bolondok a király szertartást. Mindez persze művészi keresettségben, Cseppet sem fóriásan, pontosan úgy, hogy a könnyedség látszatát keltse, de mégse bontse meg az úri hangulatot. Roelsz atya műhelyében kilőttyent a bóra padlóra, tegnapi étel fagyott, fagyúja, kanósz, gyertyacsonkok, sehol egy szál virág, a rácsos ablakokon beárad a napfény, s rávilágít minden piszokra. Zubaran a képeket nézi. Velázkez int, bemennek a kisebbik műhelybe. Itt vannak az én képeim is, mondja Diego, s két vászonra mutat. A gitáros égnek emeli szemét, mint aki jámbor rigmus gajdol, a hegedűs, feszül figyelemmel kísérje a gitárost, egy nevető kölyök néz szembe, kezében pohárbor, még nem vette elő zeneszerzámát. Csak ne lennénye ennyire sötét a kép. Milyen szép lenne a nagyobb szerepe volna a fénynek és az árnyékoknak. Ezt ideben csináltad? A műteremben. Ez kint a konyhán? A cseléd lánynak aki ráhajlik az asztalra, és bal kézzel fogja mázos korsót, sötét az arca. Alig ha titkolhatná el a vérében élő mór örökséget. Tűnődve néz, egy perc csak, soha meg nem álló munkája szünetében mozsár, tányérok, rés serpenyő, kétfülű cserépkorsó, átvetett fehér tördőruha. Itt már erősebbek a kontrasztok, ez jó. Megvenném, ha pénzem lenne, nevetnek. Velezkezint társának, menjenek ki a nagy műterembe, másként Pacseco mester szívére veszi, hogy nem az ő művei csodája, lesz segédje. Bejön az írnok. Ez az ő órája. Ilyenkor teszi a mester vászon sapkáját, letörli a festéket kezéről, a ünnepélyes lesz, és hozzá készül a festészet művészetének új fejezetéhez. Mantegna, Michelangelo, Caravaggio alakjai szállnak lelki szemei előtt, fenkölté válik, pompázóan finom szavú, Más Pacheco. A gondolatok világában él. A mindennapok felett. A pásztor fiú ott áll, a páció előterében, még egyszer benéz, búcsút én alig várja, hogy kérjen a házból, elege van az uraságból. Zsolán a sajtot és pohár bort hoz a kismesternek. Ez a cselédlány dolga lenne, de őt gazdája elküldte üzenettel. A nyulánk fekete lány kendővel letörl az asztalt, ráhelyezi az ontálcát, Diego mosolyva néz rá, a lány félre húzza a falhoz támaszott lócát, leül, de úgy, mint akinek csak egy pillanatra van ideje, épp tisztességből még egy percig marad. Már egyre többen ismerik a városban a Zubara nevét. Kevés színnel dolgozik. Úgy látszik, Roa lesz nem ad neki több festéket. És ezzel a néhány fehéres szürkével, kékkel, untatom, Zsana. Itt nőttem fel, Diego, Gyermekkoromtól, színekről, festékekről, perspektívákról hallottam. Ha fiú lettem volna, festőnek nevel apám. Így. Így? Néznek egymásra, lány mondja. Apám tegnap este bejött ide. Gyertyafény mellett nézte ezt a képet. Egyedül volt, kiszólt, még egy karos gyertyát kért. Ezt letettem az asztalra. Mint a csak magában beszélt volna, azt mondta, lehet, hogy megcsal a szemem? Ez a fiú a legnőbb festő, aki vala a dolgozott. látod a -e te is, Zsána? Azért hoztam be most a sajtot, hogy megmondjam. Az illem nem engedné meg, hogy leány szót váltson fiúval. Anyja nélkül Diego ezt mégsem titkolhatta meg el kegyelmed előtt. Örült? Harmad éve, mióta látom, amikor először jött ide. Mi lányok nevettünk azon, hogy ilyen kislegény miért ilyen komoly, mintha mindig valami ünnepre sietne. Mindig mindene megvolt, egyetlen gomb sem hiányzott soha a és ahogy az a kis bozontos kísért az a huan, mindenki ismeri ezt a fiút. Mind a ketten felnőttünk, Diego. Én már elmúltam tizenhat. Így búcsúzni kell a világtól. Szegyorita, a lányok sorsa, csak nem gondol arra, hogy Krisztusnak ajánlja magát. A kedves nővérek a deszkázásztól nagyon hívnak, de apámnak nincs fia, így nem hagyhatom el. Ő majd is sorsom. Még nem döntött el? Sem apám, sem anyám nem mondott még soha ilyesmit. Most a kert az enyém, miután anyám lábát hasogatja a közvény. Nekem kell ügyelnem a kertészekre. Most is csak, csak ezért, John, állnak. A kisebbik és a nagyobb műterem között nincs ajtó behaladszik Pacseco diktandó szava. Az ablakon befut a fény úgy, ahogy Zubaran kereste, mikor fél órája, elzeresztendeje, így állnak. A lány halkan kérdi. Ha megfestene, Diego, milyen lennék? Szibillának. A legszebb Szibillának. Így festeném. Nevetnek. Távol állnak egymástól, illendőséggel, de a tekintetük cinkosan összeér.